A város hulladékgazdálkodási programjához kapcsolódott a Klauzál Gábor általános iskola rendezvénye, amelynek különlegessé, hogy egy roadshow sorozat része. A kezdeményezés célja, hogy a szülőket a gyermekeken keresztül vonják be az új hulladékgazdálkodási program működésébe. Ennek eredményeként a lakóházas övezetekben 240 literes hulladékgyűjtő edényeket helyeznek ki. Újdonság, hogy a papír, a műanyag és a fém egy edénybe fog kerülni, míg egy másik edényzetbe a biohulladékot lehet majd gyűjteni. Az uniós előírások nagyon szigorúan veszik a begyűjtött hulladék mennyiségét, és 2020-ra az eddigi gyűjtésünknek legalább négyszeresére kellene növelni a begyűjtött mennyiségét. Természetesen van egy ilyen előírás, de nem csak a papírforma miatt, hanem a környezetünk megóvása érdekében is, mert az a mennyiségű hulladék, ami évente 3 Gellért hegyi mennyiséget jelent, mindenképpen kezelésre vár. És nagyon sokszor fölösleges energiákat dobunk ki a szemétbe, és ezek mind máshogy nyersanyagként újból a termelés folyamatába beállíthatóak lennének. Az újrahasznosításra egy jó példa az a speciális kültéri bútor, amely a Pillekő projektre hallgat. Szabadtéri bútorokat fogunk készíteni egy budapesti cég segítségével. Ennek a lényege gyakorlatilag az, hogy egy pillepalackok vannak a belsejében. Egy ilyen kőnek, egy ilyen szabadtéri bútornak durván 60 darab pillepalacka belseje. Ezeket össze fogják ragaszgatni, és utána kívülről bevonják egy olyan anyagot, ami egy kicsit a betonhoz hasonló, bár titkosan őrzik az összetevőjét, tehát mindent nem tudunk azért róla. Száradás után egy színes szabadtéri bútor lesz belőle, de a műanyag hulladékokból és PET palackokból előre elkészített játékokat is kipróbálhattak az elsősorban felső tagozatos korosztály tagjai. Délután családi vetélkedő is várta a résztvevőket.